Gőzölgő paprikás várta a nélkülözőket a belvárosi közösségi házban. A jótékonysági ételosztáson mintegy 400 adag ebédet tudta kiosztani a rászorulóknak, kétfajta köret is készült. A helyi civil szervezetek, vállalkozások és a bajai emberek közül is sokan adományoztak hozzávalókat a fogásokhoz. Jó szándékú adakozók baráti köre, ő adta a húst és a burgonyát salátával, akkor egy magánszemélytől kaptunk a mai ebédhez babot, amit a Baja Marketing Kft. Készített el. A Bányai Júlia szakközépiskolába készült az étel, amit a Barátok karitás csoportja főzött szintén, két helyen történt a főzés. Az ebédhez járó kalácsot pedig évek óta a Célrus Református Egyesített Szociális Intézmény dolgozói sütik. Az ételosztáson ez alkalommal új cipők és alig használt, meleg téli ruhák közül is válogathattak a rászorulók. A családok száraz élelmiszereket is vihettek haza. Mindenképpen megpróbálunk a lehetőségeinkhez képest segíteni azokon, akik elesettek. És bizony sokaknak van, akik segítség az, hogyha egy tál meleg ételt adunk. Úgyhogy az önkormányzat is, de a civil szervezetek is, még egyszer mondom, adakozók is nagyon sokat tesznek azért, hogy tudjunk főzni, illetve tudjunk adni. A közösségi ház udvarán több száz fenyőfa várta sorban, hogy hazavigyék őket. Azokat a családokat ajándékozták meg egy-egy fával, akiknek egyébként nem telne rá. Majdnap ez talán azért is nagyon jó, mert az étel mellett még karácsonyfát is tudunk osztani az arra rászorulóknak. Volt egy családi vállalkozó, Vég Gábor és Vég Károly, akik felajánlottak 250 ezüstfenyőt a bajára a városnak, illetve azoknak, akik az ételosztásokon jönnek. A rászorulókat 2014 elején is várják a belvárosi közösségi házba. Legközelebb január 8-án szerdán osztanak majd meleg ebédet.